Miniszterelnök urat tisztelettel kérdezném azzal kapcsolatban, hogy talán értesült róla, hogy többünknek vannak komoly aggályai a magyar termőföld értékesítésével kapcsolatban, és kíváncsi lennék néhány állítással kapcsolatos véleményére. Mondom az állításokat. Mondjuk el a kisgazdáknak, hogy emlékezzenek vissza, hogy 97-ben csak 200 ezer aláírás összegyűjtésével egy népszavazási kezdeményezéssel tudtuk megakadályozni, hogy az akkori MSZP-SZDSZ kormány külföldiek kezére adja a magyar termőföldet. Ez a veszély ma újra ott ropogtat a gazdák ajtaján. Második. Jóformán nincs olyan, aki ne értene egyet azzal, hogy szükségünk van a nemzeti vagyon, azon belül a magyar termőföld és vízkészlet alkotmányos védelmére. A magyarok minden eddiginél hangosabban, határozottabban megüzenték, hogy Magyarország nem eladó. Harmadik. A magyar állam tulajdonában lévő termőföldek gyarapításának kérdése nemzeti érdek, amelyet a vidék lakosságáért és a termőföld megvédéséért megvalósítunk a földfogalmi törvényben. Ezért ragaszkodnunk kell a földfogalmi törvény szabályozás ezen rendelkezéseihez, hiszen ez lesz az eszköz, hogy bővítsük az állami vagyont, amivel fejlődést és gyarapodást hozhatunk a magyar vidéknek. S végül az utolsó. Szeretném önöket megnyugtatni, hogy a magyar föld jövője nem függ a Brüsszelben esedékes döntéstől. Ez csak és kizárólag tőlünk függ. És elmondhatom önöknek, hogy önök biztosak lehetnek abban, hogy amíg a Fidesz kormányon lesz, és abban én munkám ott lesz, addig Magyarországon külföldiek, akármit is döntenek Brüsszelben, itt soha termőföldet nem fognak vásárolni. Ezt a négy állítással kapcsolatban kérdezem tisztelettel a miniszterelnök úrnak, hogy mi a véleménye, esetleg egyetérte ezekkel az állításokkal, vagy nem tud ezekkel egyet érteni. Várnám tisztelettel ez ügyben válaszát. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót válaszadásra Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Mindegyik állításomat tartom. Köszönöm. Viszont válasz illeti meg képviselő úrnak. Ezt köszönettel elfogadom, tájékoztatom a miniszterelnök urat, hogy az egyik állítás az enyém volt, és csak három volt az öné, de örülök, hogy azt is tartja. Ennek megfelelően az eladással kapcsolatos törekvések visszavonására, hogyha egyetértünk, akkor ez nagyon-nagyon örülök neki, és mindenképpen kérném akkor, hogy a kormányzat cselekvési tevékenységében is ennek megfelelően járjon el, hiszen addig nem volt veszélyben Magyarország ilyentén, míg most a termőföld privatizációt a kormányzat meg nem kezdte. Amennyiben egyetért az összes állítással, kérem, hogy a termőföld privatizációt leállítani szíveskedjen, hiszen mint az látható, alapjaiban, céljaiban megbukott.